A tanóra témája a kémiai reakciókkal járó energiaváltozás. A szavazórendszer segítségével a tanár ellenőrzi, hogy a fogalmakat mindenki tudja-e a gyakorlatban alkalmazni. A tanulók két csoportban, párokban elvégzik a tanár utasításai alapján az egyszerű kémcső kísérleteket, majd interaktív táblánál összesítik, értelmezik az eredményeket. 9. évfolyam kémia óra. Milyen témakörrel foglalkoztunk mostanában? Anita, kémiai reakciókkal. Mi a különbség a kémiai reakció és a fizikai reakció között? Dóri? Mindig új anyag jön létre, mindig kötések szakadnak fel, és új kötések alakulnak ki. Nagyon jó. Mivel fejezzük ki a kémiai reakciókat? Nagyon ügyes, Dóri, kémiai egyenletekkel. Az előző órán, mi volt a tananyag? Piri? Mivel foglalkoztunk az előző órákon? A kémiai reakciókat csoportosítottuk. Több szempont szerint csoportosítottuk a reakciókat. Most a teljesség igénye nélkül vegyük már át, hogy milyen szempontok voltak azok, amikkel szerint csoportosítottuk a reakciókat. Kérek példákat. Reakciósebesség alapján, nagyon jó, Anita. Hőváltozás alapján. Irányuk alapján, nagyon jó. Gerda? Részecske átmenet szerint, nagyon jó. Fázisok száma alapján, nagyon jó. Mi az az egyesülés? Mit nevezünk egyesülésnek a kémiában? Dóri? Nagyon jó. Az előző órák anyagait átismételtük, most nézzük meg, hogy ez mennyire sikerül konkrét reakciók esetén megvalósítani. Vegyétek elő a szavazórendszert, és akkor kérem, mindjárt elindítom, bejelentkezés megtörténik. Oké, és akkor elindítom. Kérem a válaszokat reakció sebesség alapján, a felsoroltak közül melyek lassú reakciók. Három, négy, jönnek szépen vissza a válaszok. Mónika, Gerda, Enikő, Eszter, várom a válaszaitokat. Móni, Széni. Jó, oké, következő dia. Irányuk alapján, melyek egyirányú folyamatok? Jó. Nézzük meg, hogy hányan adtak erre és az előző kérdésre helyes választ. Ja, az első kérdésre a helyes válasz a B, D és az E volt. A nagy többség a B-re adott helyes választ. Azért elég nagy a szórásunk, mert érkezett itt több mindenre is válasz. C-re is, Eszter is. Kinga, miért nem a C? Az égés, a hidrogén égése az lassú reakció? Láttátok a durranógázt, próbáltam múlt órán, hát milyen gyorsan ment végbe? Robbanásszerű hevességgel ment, az nem egy lassú reakció. Második diánál. Ja, a helyes válaszunk a C és a D volt, és itt érkezett bizony az A-ra és az E-re is válasz. Konkrétan. Eszter, Anita, Gerda. Az A miért nem volt jó? Az ammónia képződése. Mondtuk, hogy mind a két irányba lejátszódó folyamat. Iparilag elég nehéz kivitelezni az ammónia gyártását. Alábbi reakciók közül melyek homogének? Homogének. Indítom. A helyes válaszunk a D, itt csak ez az egy volt homogén, mert azt mondtuk, hogy homogén reakció, akkor megy végbe, ha vagy gáz, vagy folyadék a kiindulási anyagok, mind a kettő kiindulási anyagunk, és ez csak a D-re volt igaz. Következő diánk. Melyek redoxi reakciók az alábbiak közül?
Jöhetnek a válaszok. Oké. Helyes volt a Béla, Dezső és Elemér, és ugye redoxi reakcióra azt mondtuk, hogy mindig oxidációs szám változás történik, és ez nem igaz az A-ra és a Cecilre. Mely folyamatok járnak egyesüléssel? Erre gyorsan kérem vissza a válaszokat. És? Ja, egyesüléssel jár az A, a B és a C. Valaki küldött nekem a D-re is egy választ. Ki volt az? Enikő. Következő. Melyek bomlási folyamatok? Szintén villámgyors választ kérek vissza. Jó. B, C és Dezső volt a helyes, és nektek érkezett elég nagy a szórásunk. Többre is érkezett helyes, akarom mondani, helytelen válasz. Melyek azok, amelyek vizes oldatban játszódnak le az alábbiak között? Megbeszéltük azt, hogy a vizes oldatról egy bizonyos betű kombináció árulkodik, tehát tudni kellene, hogy mi utal a vizes oldatra. Kérem vissza a válaszokat. Két ember, egy emberre várunk már csak. Ja. Cecil, Dezső és Elemér. Mi volt az a betű kombináció, ami a vizes oldatra utal? Anita? Az aku, az aqua utal rá, tehát csak azok a jók nekünk, amelyikben ez a két betű kombináció benne van. Mi az a csapadék? Ezt az előbb már átismételtük, úgyhogy villám gyorsan kérem rá vissza az egyetlen helyes választ. Jó. Leállítás. Jaj, de jó, 100% mindenki tudta, hogy a C a helyes válasz. Ügyesek vagytok. És akkor most egy kicsit összetettebb a feladatod. Erre az egy konkrét egyenletet kellene besorolnod több csoportba is. Az alábbi reakció mely csoportba, avagy csoportokba sorolható be? Ez a kén égésének az egyenlete. Hat. Gyorsabban egy picit. Oké. Kiadott nekem az A-ra válasz. Ó, elég szép számmal eltaláltátok az A helyes válasz, de ki volt az, aki szerint a D-be is besorolható ez? Hát, jó, tehát ez a reakció gyors, egyesülési és egy redoxi reakció. Ugyanez a feladat egy másik egyenlettel, méghozzá a bróm és a hidrogén-szulfid reakciójában, hidrogén-bromid és kén keletkezése közben hová sorolható be? Kérem vissza a válaszokat. Jó. Ja, a helyes válasz az aladár volt, hogy heterogén, a redoxi reakció, és az, hogy ez egy helyettesítéses reakció. Hát elég szép számmal találtátok el az A, C és D-t, de még így is van egy pár százalékban, aki az E-t és a B-t is besorolta. 30. Oké. A mai órán egy kicsit maradunk még mindig a témánál, méghozzá a kémiai reakciók energiaváltozásaival fogunk foglalkozni. Két csoportban most kísérletet fogtok végezni. Az első csoport feladata, ti vagytok az első csoport, és a második csoport feladata. Mind a két csoportnál az egyik ember a kísérletező párból gyújtópálcát kell, hogy izzítson, hevítsen, mert ezzel fogjuk kimutatni majd mind a két csoport esetén a keletkező gázt. A kísérlet
az ő pár másik tagjának ebben a csoportban az lesz a feladata, hogy a kémcsövet egyharmad részig félig töltse meg 3%-os hidrogénperoxiddal, és egy kevés mangándioxidot szórjon bele. Figyeljétek meg a változást, a tapasztalatokat, mindenre kíváncsiak vagyunk, amit fizikailag, érzékszerveinkkel meg tudunk állapítani. Majd, amikor ezt megállapítottátok párban, addigra vagy akkorra kell a gyújtópálcának izzania, és bele kell helyezni az izzó parázsló gyújtópálcádat, és ki kell mutatnod a keletkezett gázt. Figyeljétek meg, hogy itt is mit fogtok tapasztalni. A másik csoport feladata az lesz, szintén a kémcsőbe szilárd káliumpermanganátot szórjon körülbelül olyan egyharmad részig, és tartsa a láng fölé, kezdje el hevíteni ezt a káliumpermanganátot. A párosnak a másikjának akkorra már készen kell, hogy legyen az izzó gyújtópálcával, és amikor hangot fogtok majd hallani ebbe a csoportba, annyit elárulok, akkor helyezzétek bele a parázsló gyújtópálcát, és nézzétek meg, hogy mit tapasztaltok. Tapasztalataitokat egy ehhez hasonló táblázatba szedjétek össze. Jó? Lehet kezdeni a kísérletet, felhívnám a figyelmet a baleset és tűzvédelmi szabályok betartására. Álljatok fel hozzá nyugodtan. A tálcán hagyjátok, lányok, a tálcán, úgy. Jó. Oké, dugd bele. Mélyebbre, Eszter. Ne ijedezz, még nyugodtan rak bele. Jó, oké. Második csoportnak is sikerült kimutatni a keletkezőgázt? Az első csoport már úgy látom, hogy nagyon, nagyon sikerült nekik. Akkor le lehet ülni, tegyétek rá eloltani a lángot, igen. Visszapakolni mindent a tálcára szépen, és akkor szedjük össze a tapasztalatainkat. Első csoport. Anika, mit tapasztaltatok? Heves pezsgés. Enyhe melegedés, ez nagyon jó. A parázsló gyújtópálca pedig lángra lobban, nagyon jó. Rövidítem a gyújtópálcát. Rendben van. Széni, milyen gázt mutattunk ki? Milyen gáz kimutatására szolgál a parázsló gyújtópálca? Hangosabban. Oxigéngáz. Szükségünk volt-e melegítésre? Nektek szükségetek volt-e? Nem. Ha nem volt szükségem energia közlésre, akkor energiaváltozás szempontjából ez a reakció hová sorolható be? Exoterm. Nagyon jó. Második csoport. Melinda, mit tapasztaltatok? Nagyon jó, pattogás. Ugye rögzítitek ezeket a füzetbe? Aztán, ha elvetted, megszüntetted a melegítést, tovább folyt a folyamat? Nem, nagyon jó. A melegítés befejezésével a folyamat leáll. Nagyon jó. És mi lett a ti gyújtópáncátokkal is?
Ez is lángra lobban. Milyen gázt állítottunk így elő? Oxigéngázt. Nagyon jó. És energiaváltozás szempontjából hová sorolható ez a reakció? Gerda, hangosabban? Endoterm. Köszönöm. Mindenkinek megvan? Jó. Minden kémiai változást, minden kémiai folyamatot kísér egy energiaváltozás. Ezt az energiaváltozást tudjuk ábrázolni energiadiagramon. Az lenne a mai óránk folyamata, vagy feladata még, hogy megtanuljunk energiadiagramot rajzolni. Egy energiadiagramnak három sarkalatos pontja van, három állomása. Egy kiindulási, egy végállapot és egy közötte lévő állapot, igen. Kiindulási állapot energia szintje, ha az első csoportét nézzük, ugye ők egy milyen folyamat voltak? Exoterm. Folyamat esetén van valahol egy kiindulási állapotunk. Kiindulási állapot. Ebből a kiindulási állapotból, mikor beleszórtátok a hidrogénperoxidba a mangándioxidot, rögtön megindult a folyamat, vagy egy picit várni kellett? Egy picit várni kellett. Ez a picit várni kellett azért volt, mert szükségünk volt egy energiatöbletre, ami a folyamatot beindította. Ezt az energiatöbletet nevezzük úgy, hogy aktiválási energia. Ez egy új fogalom, le kellene írni a füzetbe. Aktiválási energia. Az az energiatöblet, amely ahhoz szükséges, hogy a kiindulási anyagok aktivált állapotba kerüljenek. Aktivált állapotba kerüljenek. Jele az E, nagy E betű és a lábához írva egy kis A, és mértékegysége, vajon az energiának mi a mértékegysége? Az energia mértékegysége a zsúl, kémiában mi a, ennek az ezerszeresét használjuk a kilojoule-t, és mivel kémiában mólokat nagyon ügyes, kilojoule per mol lesz a mértékegysége. Tehát elértünk az aktivált állapotba. És innen jutunk mi majd vissza a végállapotba. Tehát ha a görbét berajzolom, akkor egy exoterm folyamatnak valamilyen ilyen jellegű görbéje lesz, és itt lesz nekünk egy energiafelszabadulásunk. A kiindulás és a végállapotból kapunk egy energiát. Ezt az energiaváltozást hívják úgy, hogy reakcióhő, szintén új fogalom. Reakcióhő. Annak a reakciónak az energiaváltozása, amelyben a reakcióegyenletben feltüntetett mennyiségű, minőségű és állapotú anyagok alakulnak át. Kétféle jelölést alkalmazunk rá, vagy a delta RH-t, vagy a
nagy Q és a lábához írt kicsi R-et, és a mérték egysége a kilojoule. Rajzoljunk föl egy endoterm változás görbéjét is. Most már tudjuk, hogy így az exotermnél a reakcióhő értéke milyen irányba mutat a nyíl? Lefelé. A reakcióhő értéke milyen lesz itt? Ha ezt a szintet veszem nullának, akkor itt negatív. Endoterm folyamat esetén milyen lesz a reakcióhő értéke? Pozitív. Hát itt negatív. Itt pedig pozitív. Kivállalná, hogy fölrajzol nekünk egy endoterm reakciógörbét. Melinda. Tehát ugyanúgy kell egy kiindulási állapot, ugyanegy kell egy aktivált állapot, és kell egy végállapot. Kiindulási állapot. Igen. Csak húzz egy vonalat. Oké. Egy aktivált állapot kell nekem. Fölmegyünk, igen. Igen. Nagyon jó. Megvan a görbénk. Köszönöm. Ja, a kiindulási állapotot el is kezdte Melinda írni. Rajzoljuk már be ide is az aktiválási energia nagyságát. Gerda. Ugyanúgy húzz egy nyilat, ahová az aktiválási energia értéke tartozik. Honnan kell, hová jutni az aktiváláshoz? Kiindulási tól megyek, és föl... Nem. Kiindulási tól megyek. Kiindulási tól megyek, és föl a... odáig. És mellé írom, hogy E, A. Az, amit rajzolni szerettél volna, az a Kinga feladata lesz, hogy a kiindulás és a végállapot energia különbségét is rajzolja be rajta. Zölddel. Kiindulás és a végállapot energia különbségét, azaz a reakció hőt. Kiindulási, honnan indulok? Picit álljadébb? Aha, innen indulok, és hová érkezem? Oda. Tehát följebb még. Jó, oké. Nyilat tegyél a végére. Melyik végére? Arra a végére. És írd mellé a reakció hőjelét. Delta R H. Köszönöm szépen. A továbbiakban házi feladat lesz az előző órán használt Realika honlapot. Most ott van előttetek megnyitva, nyissátok meg. És gyorsan, villám gyorsan, kössétek össze a feltüntetett folyamatokat, hogy melyik folyamat, melyikhez tartozik. Ugyan ez látszik nálatok is, meg nálam is. Házi feladat lesz, hogy erről a diasorról a megtalálható többi folyamatot, amiket már az előző órákon vettünk, gyűjtsétek két csoportra, hogy melyik szerintetek exoterm és melyik endoterm. Tehát erről a diasorról, hogy kémiai reakciók típusai, az elsőtől a kilencedik diáig, a kilencedik ennek az összekötése, hogy exoterm vagy endoterm, az elsőtől a kilencedik diáig gyűjtsetek reakciókat exotermre és endotermre. Jó? A lecke a könyvetekben a 98. oldalon található meg, tehát akinek ez, amit itt most leírtunk a füzetben, nem egészen világos, az a könyvből el tudja olvasni a 98. oldalról a leckét, és akkor... Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon ügyesen dolgoztatok!